Sziasztok, Nyomaték című rovatunkban az atomerő tűzoltóságára jöttünk, és itt fogunk egy kicsit körülnézni. Laca János szerparancsnok fog nekem segíteni egy kicsit bemutatni a járműveket. Mi az, amit mögöttünk van? Ugye ez egy különleges szer, egy azon belül is egy emelőkosaras gépjármű, ami egyedi gyártású volt, 1991-ben került üzembehelyezésre. Ez külön az erőmű kérésére készült Angliába, ugyanis Európában egyedülálló módon ez 60 méter volt, illetve még most is annyi az emelő magassága. Igazából itt az erőmű területen akkor bármit el lehet vele érni, amit el kell. Igen, ez a 60 métert, ez pont a loktornyok magassága indokolja, ugye azért lett ilyen emelő magasságra kérve, hogy annak az oltása biztosítva legyen, hogy ezen kívül csak a kémény, illetve a meteorológiai toronyvandátokat nem kell oltani alap esetben. Ahogy látom, hogy a 30 éves autóról beszélünk, azért nem sok elektronika van benne. Hogyan működött, mi működteti ezt az autót? Alapműködése az egy hidraulikus munkahengerekkel történik a gémek mozgatása, ezeket pedig elektroszerepek vezérlik. És akkor gyakorlatilag itt tudod elintézni, hogy akkor 60 méter magasra fel lehet vele menni. Oldalra mennyit lehet? 17 méter. 17 méter, aha. Ugye, maga az autónak milyen motorja van meg, milyen nehéz, mert azért tekintét parancsoló darab. Scania alváz, ami 320 lóerős dízel, és ami extrém, az a 46 tonnás összsúlya. És hát mennyire használható ez az autó még manapság? Teljesen jó, működőképes. Egyedül az éves felülvizsgálata az, ami hiányzik, hiszen az most nem indokolt jelen helyzetben. Aha, és használtátok ezt élesben itt az erőmű területén? Hál' Istennek nem volt rá. Na hát ez akkor tulajdonképpen megnyugtató, hogy 30 évet nem kellett bevetni más helyen esetleg. Igen, Pakson volt egy nagyobb épülettűz, egy bank épülete égett, és ott volt éles bevetése. Na hát akkor nézzük meg, hogy mi van most a helye. És akkor nézzük meg a jelent, kicsit ugrunk az időben, 30 évet, és akkor 2021 tűzoltó autója, már itt is van a garázsban. Hát nem semmi látvány az előzőhöz képest. Ugye ki is állnak vele a garázsból, és már meg is nézzük, hogy mit tud ez az autó. Hát ez is tekintélyt parancsoló példány, ugyanúgy, ahogy a régi volt. Így azért nehéz megsatszolni méreteiből, hogy melyik a nagyobb, melyik a kisebb, az már látszik, hogy egy lényegesen modernebb technika van ide beépítve, mint a régi autóba. Ellentétben a régi autóval ezt azért lehet rendesen használni, lehet vele emelkedni, hogyan működik, ez hány ember működteti? Így van, ez a kezelőszemélyzet a kettő fő, van egy általában szerparancsnoki beosztású, és van egy úgymond kezelő. A szerparancsnok felel általában a felállítási hely megválasztására, a megfelelő kitalpalásért, és a kezelő pedig a kosárban működteti az eszközt. Ugye ez a különleges szer 2019-ben került beszerzésre, hasonlóan a régihez a munkamagassága, illetve az elvárt munkamagassága adott volt az 60 méter, az említett okok miatt, de ez már teljesen más működési elv alapján működik, ez úgynevezett darus emelőkosaras, ugye itt nincsen fix függőleges gém, hanem minden gémtag szabadon mozoghat az adott működési mezőn belül. Ugye a munkamagasság az szintén 60 méter, az oldalkinyúlása, ami extrém, az 31,5 méter, tehát viszintesen 31,5 méter. Tehát majd a dupláját tudja, mint a másik. Így van. Ez is tudja azt, hogy az alsó kezelőhely alatti működési mezőben még tud dolgozni, az körülbelül 7-8 méter tud lefele még működni. Tehát gyakorlatilag akkor mélyben, tehát ott nulla szint alá is lehet valamennyit menni. Így van. Így van. Ugye a kosár terhelése az 500 kg,
ez változik annak függvényében, hogy személymentésről, vagy pedig tűzoltásról van szó. Ez állítható. Értelemszerűen a tűzoltásnál, működő sugárnál csökkenteni kell a kosárterhelést a biztonságos működés miatt. Mennyi vizet lehet egyébként ezzel feljuttatni? Víztartály nincs a szeren, a szivattyú az 4000 liter per percet tud, a vizágy ugye az pedig 4500 liter per percet. Tehát az azt jelenti, hogy 4000 liter per perc, az 60 méter magasan is annyit tud. Így van, ennyi a működése. Jó, hát az még egy tekintélyes mennyiség. Egy belencét azért hamar fel lehet feladatni. Abszolút. Illetve kombinált ágy, ami azt jelenti, hogy haboltást is tudja. Aha. Jó, és egyébként így a ilyen súlyviszonyok milyen az előbb másik autóhoz képest, az mennyivel nehezebb, könnyebb? Ennél a technikai paraméterek azok a hosszúsága az 12 méter, magassága 4 méter, a szélessége 2,5, a teljes kitelepített, teljes szélességben történő lábkitolásnál úgymond 8 méter a szélesség, és az össúly pedig a 31,5 tonna. Aha. Tehát akkor valamivel könnyebb, mint az elődje volt. Lényegesen. Azt hallatszik, hogy halkabb is. Így van, ugye ami még hatalmas különbség, hogy a réginél igazából a fizikai korlátok szabták meg a működési mezőt, ennél egy nem is egy, hanem több számítógép felügyeli, ami az elérhető paraméterek alapján határozza meg a működési mezőt. Gondolok ilyenre, hogy szélterhelés, talajnyomás a támasztólábaknál, illetve a kosárban lévő személyek száma, vagyis pontosabban az ott beállított kosár terhelés határozza meg. Ezen működési mezőn kívülre nem engedi a kezelőt a jó, hát ez is minden olyan, ami gyakorlatilag a biztonság miatt építették be. Tehát... Igen, ez jelenleg az elérhető legmodernebb ilyen típusú különleges szer, ami a világon létezik. Hát köszönjük ezt az érdekes bemutatót. Egy élmény volt megmenekülni, meg utána fölmenni 50 méterre. Úgyhogy továbbra is ilyen kevés munkát kívánok nektek. Köszönjük. Köszönöm szépen. Kövessetek minket továbbra is a Facebookon, illetve YouTube-on. Sziasztok!